Magyarország ma már jóval több, mint egy összeszerelő műhely, így látja Orbán Viktor, aki egy járműipari tesztpálya beruházás első ütemét avatta fel Zalaegerszegen. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az identitás megőrzése az egyik következtetés, amit az európai válságokból érdemes levonnunk. Először utasként próbálta ki Orbán Viktor egy sportkocsiban, hogy milyen élmény végigautózni a zalaegerszegi most felavatott tesztpályán, majd maga is beült egy gráci rendszámú másik autóba. Orbán Viktor miután végigment a pályán, megállapította, hogy kevésbé ment jó kört, mint a mellette ülő versenyző. Zalaegerszegen felavatták azt a tesztpályát, ahol a tervek szerint a vezető nélküli autókat fogják tesztelni. Próbáltam megnézni, hogy Európában hol találhatók hasonló tesztpályák, és azt kell mondani, hogy bár vannak kétségkívül tesztpályák, de azok mind korábban épültek, követelésképpen a technológiának egy különböző szintjét képviselik. Orbán arról is beszélt, hogy ma Magyarországon 620 járműipari cég dolgozik, köztük a világ 20 meghatározóbbja közül 15 jelen van. Ezek az autóipari cégek ma kiélezett versenyben vannak, állnak egymással, és nekünk az a nemzeti érdekünk, hogy ezek a hatalmas cégek ne csak úgy gondoljanak Magyarországra, mint egy helyre, ahol összeszerelhetik az autóikat, hanem olyan helyként is, ahol részben vagy egészben ki is fejleszthetik őket. Orbán Viktor szerint Magyarország a sorozatos európai válságok után azt a következtetést vonta le, hogy meg kell őrizni az identitást, meg kell védeni a biztonságot, és tovább kell erősíteni a versenyképességet.